azért, hogy legyen nyugtunk már. 10 percig nézheted tovább. Még 10 percig nézheted tovább. Sem az anya, sem az apa nem ér most rá, de csak jött szépen, de ne nyújj hozzá. Még 10 percig nézheted tovább. 10 percig nézheted tovább. Az agyad és a szemed sem lesz jobb tőle, de ne kapcsoljuk ki még egyelőre, hogy 10 percig legyen nyugtunk már. 10 percig nézheted tovább. És tudjuk, hogy ezt láttad kb. 100-szor, de ez a legtöbb villany pásztor, és amíg van áram, tud vigyázni rád. Azért, hogy legyen nyugtunk, még 10 percig nézheted. Még 10 percig nézheted tovább. Még 10 percig nézheted tovább. Azért, hogy legyen nyugtunk. Még 10 percig nézheted tovább. Még 10 percig nézheted tovább. Még 10 percig nézheted tovább. Már mindent megadtam neked. Mit akarsz kezdeni egy olyannal? Azt akarod, hogy elromoljon a szemed is tőle? Nem érdekel. Azt sem bánom, hogyha megvakulok. Ne beszélj bolondokat, édes lányom. Tehát mit volt mit tenni? Azonnal hivatták az udvari varázslót, aki vonakodva ugyan, de elvállalta a feladatot. Amint elkészült, a királylány szobájába rohant az újdonsült tablettel. Bekapcsolta, a kamerájába nézett, és így szólt. Vajász tablett! Parancsolom, töltsd le most a tartintomat! De a tablet így felelt. Most inkább beszippantom a lelkedet. És most már olyan, mintha nem is itt lennél, pedig szóltuk hozzá, de nem figyeltél. 10 percig nézheted tovább. Hé, mi az ott? Az nem is neked való? De ez a fajta reklám az alávaló. 1 percig sem nézheted tovább. 1 percig sem nézheted tovább. Különben is van még házi feladatod, na most a kettesedet is kijavíthatod. Végre, hogy kikapcsoltuk már. Végre, hogy kikapcsoltuk már. Azért, hogy legyen nyugtunk. Végre, hogy kikapcsoltuk már. Végre, hogy kikapcsoltuk már. Azért, hogy legyen nyugtunk. Azért, hogy legyen nyugtunk. Végre, hogy kikapcsoltuk már. Azért, hogy legyen. Azért, legyen nyugtunk. Azért, hogy legyen. Azért, hogy legyen nyugtunk. Azért, hogy legyen. Végre, hogy kikapcsoltuk már. Azért, hogy legyen. Azért, hogy legyen.